Nagyon sok szeretettel köszöntelek titeket a munkanapló legújabb részében. Egy Fisman Fitodance 222-es típusú, egy gyönyörűséges csodakazánnal fogunk találkozni. Itt alul a boiler van. Na hát akkor nézzük meg, hogy mit mutat. 2 bárna van a nyomás, egy rendben van. 22 fok van a házben, 16 fok van odakint, ez is igaz, mert előbb kezdett el csepegni kint az eső, és itt kapcsoljuk a rendszert. Tökéletes. Jó. Akkor most lebontjuk, egy átlagos karbantartást kell vele csinálni. Akkor essünk is neki. Na, megvált a kicsike a ruháitól. Oké. Van itt egy ilyen pöcök, meg itt van még egy ilyen pöcök. Ezt csak akkor tudod lehajtani, hogyha ez a két kis ajtó be van csukva, és akkor ezzel így maga a vezérlő irányító pult itt szépen lejön. Na, nézzünk bele, mit látunk. Eléggé egyszerű, letisztult rendszer, tehát ez teljesen tetszik. Vitodance 222F, azt mondja magyarul, kompakt gázüzemű kondenzációs hőközpont, isteni. Azt persze már nem írják itt ide, hogy hány kiló, de hogy is nem. 17,2 és 19 kW, hát mondjuk ahhoz képest azért lehetne nagyobb teljesítmény, mert gondolom ez a ház az ez elegendő. Tényleg nagyon szép. Na jó, van, akkor nézzünk be ide. Eltávolítottam azt a takarólemezt, és hát egy csodálatos kis hőcserélőt látok, ami hát nem olyan nagyon meleg, de azért látszik, hogy nemrég volt használva. Jó van. Hát a szokásos módszerrel kell, akkor ezt is úgy látom széjjel bűvölni. Gázcsapot kell kioldani, hogy és utána ezeket a csavarokat lebontva tudjuk a magát az égéstérbe bejutni, hogy azt ki tudjuk takarítani. Jó. És miután eltávolítottunk 4 darab csavart, így be is jutottunk az égéstérbe, nézzetek bele szépen, ez úgyis nem mindennapi látvány. Hát ez igencsak piszkos, már megint. Jó, hát akkor ezt a hőcserélő résztest most szépen meg kell majd takarítani. Annak rendje és módja szerint, utána pedig, már ugye kiemelt égőfejen is van egy kis szennyeződés, azt is le kell tisztítani, és kicsélni az elektródákat. Itt a gáztömítés, ezt is föltesszük ide. Jó. Na, hát ez egyébként alapvetően elég szép tiszta. Szépen meg kitörölgetjük, kipoltalanítjuk az egészet, és tulajdonképpen rendben is leszünk nem sokára. Na, csak így fél időből jelentem, hogy dolgozik a kazán tisztító spray. Nézzétek csak, milyen kis érdekes, ilyen sárgás elszíneződések jönnek itt kifele belőle. Na, ez itt tetten szépen le fogja takarítani. Egyébként előzőleg már kiporszívóztuk, és drótkefébe kitakarítottuk, viszont erre a szerre szükség van, hogy tökéletesen tiszta legyen ez a hőcserélő. Kis gyors kitekintés a kazánból, most megmutatom, hogy mik azok, amiket be kell szerelni az ionizációs elektróda, vadonatúj, két új rögzítő csavarra, gyújtó elektróda, szintén két vadonatúj csavarra, és a tömítése az égőfejnek, ami itt van, most ez is meg lett már takarítva, illetve ez is szépen beüröl, most már tiszta. Itt szeretném megmutatni, hogy ezzel a kis sprayvel, meg a drótkefével gyakorlatilag ezt a hatást lehet elérni. Ez itt tisztának mondható, tehát vannak olyan elszíneződések, amik az üzemeltetés folyamán következnek. Na, lekapjuk a régi tömítést, úgy, szépen. Úgy, gyere csak. Gyere szépen, hát benne volt a helyén. Na, jó. És akkor feltesszük az újat, utána visszacsavarozzuk az égőfejet, és jönnek az elektródák, amiket ki kell cserélni. Na, akkor visszahelyezésre került az égőfej, szépen vissza lett rakva a gáz is, vissza lett nyitva a gázcsap, meg is mutatom, látjátok, ott van nyitott állapotban. Ellenőrizve lett a szivárgás ellenőrző sprayvel, vissza lett kötve az összes vezeték, minden ahova kell, és akkor most jönnek az elektródák, a gyújtó elektróda, meg az ionizációs elektródának a cseréje. Már kiszedtem a két régit, ezen látszik, hogy azért volt használva. Na most egy simán tisztítás után még ez egyébként használható lenne, tehát ezek még nincsenek elégve.
de a cégünk az minden esetben, minden évben újat cseréltet az ügyféllel, ezzel ugye biztosítva a kazárnak is a biztosabb működés. Ez kicsit olyan, mint az olajcsere, hogy elmegy az autóval nagyon sokáig, de hogyha nem figyeltek oda, akkor ugye bedöglik egyszer csak. Na hát pontosan ugyanezért a célért most mégis cseréljük ezeket az elektródákat. Bent vannak az új elektródák, a gyújtó elektróda be van kötve, az ionizációs elektród pedig egy ilyen kis pipával, mint amit az autóban lehet kapni. Így van, na, ez is be van most már kötve, gyakorlatilag újra üzemkész a rendszer. Még mielőtt a próbaüzemet megtartanám, azért még egy kis figyelmet fogok szentelni erre a szifonra. Kicsit kitakarítom, megnézzük, hogy mennyi lerakódás van benne, aztán utána indulhat a mandula. Na, mint látjátok, üzemben minden szépen, ki lett mérve, 22 fok a házba, 11 fok odakint, az előbb az esett az eső, ez valószínűleg azért történhetett. Felnyomva a víznyomás 2 bárra, 76 fokos kazán hőmérséklettel. Tulajdonképpen elkészültünk. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videómat. Ti a munkanaplót láttátok, egy Fissmann Vitodense 222-es típusú kazánnal. Hogyha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel, illetve nyugodtan meg lehet osztani, és hogyha bármi óhaj, suhaj kérés, esetleg információtok van, amit megosztanátok, azt ott lent a komment szekcióban nyugodtan megtettek. Sziasztok!